Made in, mi van rá, Germany. Mert amikor szól ez a bolond, hogy megint van nála valami, akkor ide, itt megjelenek általában, mert közel vagyunk. Köszöntsétek szeretettel ismét Bódi Zolit. Sziasztok! Bemutatjuk nektek ma. Mi lesz ez? Ma bemutatjuk nektek, bemutatjuk neked. Hello! A Colombót, Giacchino Colombót, Leonardo Fioravanti, Giuseppe Bussót egyben. Mert Zoliékhoz beesett egy Ferrari. Egy Ferrari, egy 400-as, 1978-as 400-as, mutatom is nektek. Így. És ez a slusszkulcs, és be fogjuk indítani. És mivel ez egy 400-as, nem 400-i, ezért ez karburátoros. Karburátoros. Egy gyönyörű 1978-as 2 plusz 2-es kupé. Túra kupé. Zoltán, mielőtt átadom neked a kamerát, mondd el, hogy miért érkezett ide ez az autó, és mikor fogjuk leforgatni. Az igazság az, hogy ez úgy érkezett ide, hogy nem nagyon akart beindulni. Meglepve nem járt, dadogott, mindegy. Mutatom, szerintem. Jó, mutassam. Ezek ilyen maradványok már csak. Ugye lett benne karburátorok, tömítések, szelepek, tehát a karburátorok fel lettek újítva, ki lett benne cserélve minden, ki lett pucolva. Kapott egy gyújtókábel szettet, ami, nem tudom, hogy hol van, de itt van. Jó, itt van, fontos. Iszonyat. Ez gyári gyújtókábel, így néz ki. 1978. Igen. Új gyertya, új kábel, és most ott tartunk, hogy beindul, és most jön ez a csodálatos folyamat, gyújtásállítás, karburátor szinkron, igen, és akkor utána. De annyi van, hogy mikor idejött, akkor dideg dadog, alig járt, még az előző tulajnál volt egy teljesítménymérés, azt hiszem 300 valahol kéne lenni. Én elmondom neked, igen. Pontosan, mert tudom, hogy ezért hívtál ide, hogy valamit te vajon, 340. 2-10 volt, amit most tud. 340. Hiányzott belőle. Most az van, hogy be kellett álljak, és csak annyi, hogy gáz, és már éreztem, hogy meg is lepődtem. Speres amúgy. Igen, de megcsavarta a gumikat, csak egy gázra. De nem az, hogy most letaposom, csak be akartam állni a műhelybe, úgyhogy jelentős a javulás. Na és most Zoltán átvedlik kameramannál. Jó. Statív leszek. Nem statív, dinamik leszel. Dynamic. Hello. Na, szóval mindig ez van, mert tudom, hogy szereti ezt hallgatni az én hülyeségeimet. Amit tudni kell róla, hogy ez a leghosszabb ideig gyártott Ferrari modell, 1972-89-ig gyártott. Tehát ugye a 365 GT 2 plusz 2, a 400-as, meg a 412-esben beleértve a 400-i, és az egy modellnek tekinthető. 72-89-ig gyártották. Gondolj bele, az nagyon-nagyon sok idő. Azt hiszem ezután váltott a íje, tehát hogy megjött az injektor. Hát a 400-as volt az íje, aztán a 412-es már mindegyik custom gadgetes volt. Uh-huh. Leonardo Fioravanti rajzolta, aki akkor a Pininfarinánál dolgozott, és egyszerűen most kapaszkodjál meg, hogy a Göbbiből van egy ilyen elméletünk, hogy az összes nagy olasz designer az 1938-ban született. Mikor született Fioravanti? 38-ban? Mikor született Marcello Gandini? 38-ban. Mikor született Giorgetto Giugiaro, azt azért ne olvasd el, gondolom. Mikor született Giugiaro? 38-ban. És Fioravanti, csak kimondtam, öcsém. És megszólalnak a harangok. Rómában és még él. Fioravanti még él. Aki ezt a kocsit, figyelj, ő rajzolta a 328-ast, a Dino-t, a 288 GTO-t, az összes, nézd meg, a hidegfutkos lettem az meg, az összes menő Ferrari-t ő rajzolta. Ez volt az első, amely a three box, a három doboz formavilágot tükrözte, ugye egyik doboz, másik doboz, harmadik doboz, és ez volt az első, amelyeknél megjelent ez a vonal, amely elválasztotta egyharmad, kétharmad arányban a karosszériát. Ez volt, és hát Pininfarinánál dolgozott Fioravanti. Igen. Ez egy fantasztikusan jól eltalált formamodell, és itt jön a csavar az egészben, mindenki azt hiszi, hogy ezek az autók amerikai piacra készültek, soha hivatalosan Amerikában nem árulták se a 365-ös 2 plusz 2, se a 400-as, se a 412-est, mert nem felelt meg
az ottani gázkipcsolás normáknak, illetve Enzo Ferrari azt mondta, hogy ő nem ad el egy olyan országba autót, Ferrarit, ahol 55 mérföld a megengedett maximum sebesség. Mert akkor volt egy ilyen... Meg volt ez a kis ügy, amikor a Ford-dal egy kicsit ott... De Henryvel nem volt jóba. Rengeteg szürke import, de Amerikában hivatalosan nem került. Ennek ellenére az eladott autók 70%-a automata volt, mint amilyen ez is. Ugye ebből a 400-asból 502 darab készült, a karburátorosból, ebből. Összesen a 400-asból, az injektorosból, meg a simából 1300 körülbelül. Ezeknek a 70%-a mind automata volt, ez egy 3-rangos Borg Warner automata, ami benne van. De egy iszonyatosan sikeres autó volt, mert Ferrarival együtt öregedtek a nagyon gazdag, tehetős vásárlói, akik már megvették a versenyautót, akik már már megvolt mindenük, viszont kellett nekik egy elegáns, gyors, erős túrakupé. Pont ő. És kiszolgálta őket. És azért nagy duzzogva azért el lehet ülni hátul is. Hát egyébként kényelmes. Tudod, mi az érdekes? Hogy olyan fotelok vannak benne, hallod? Hihetetlen. Nézzétek meg ezt a kilincset. Itt minden fém. Itt minden igazi. Onnan ismeritek fel, különböztetitek meg a legkönnyebben a 365-től. Ja, bocsánat, a Daytonát is főre antirajzolta, csak szólok. Hogy a 365-esnek ugye 3-3 lámpája van, a 400-ason már csak kettő volt, de ez is mind lemez. Amúgy nagyon érdekes a kocsinak magának a konstrukciója is, mert... És a szalálébe van valami, úristen, tényleg, hogy... Igen. Ez a Ferrari pedig, ez ment a 308-on, a 328-on, mindenhol, fantasztikusan gyönyörű. És egy csővázas kocsi, na. Egy csővázas autó, a padlólemez, az műanyag. Megszáll a padlólemez, és akkor ezen van rajta a karosszéria, ez volt normál autóépítési stílus. Ezért is van egy pár furcsa megoldás a motortérben. Meg, ahol mondjuk a motortér. Ne, az komoly, de csak egy mondat, hogy ugye mondtad a kasznit. Igen. Azért így mutatnám, hogy csak így végigmegyek a kaszni vonalán, és egy valami hiányzik, igen. Nincsen rajta illesztés, sehol. Ez egy elem. Ez egyébként az Eurospárnál egy elem. Tehát egy kasznit tudsz venni, plusz ajtó, plusz minden, de nincs ilyen darabok. Nem veszel sárvédőt. Durva. Nézzük, hogy a bukólapa. Ugye a Daytonából jól ismert helyzetjelző. Nézd be a rács mögé. Ködlámpa, halál durva a rács mögött. Gyönyörű az egész. Sokáig nem értették meg a felelő gyűjtők ezt a kocsit. Szóval az idő az megint csak az olasz formatervező. Igazoltál, de nem csak az olasz formatervező. Ott a szélzár. Pont. Nyisd meg, és ott van benne. Itt. Várj, átmegyek, hogy lássák, hogy milyen arcod lesz. Bár mondjuk ilyet már láttál. Na, figyelj, ez de én... helye a mesternek. Várj, figyeld, most így. Helyet a mesternek, srácok. Ez itt az a motor, amit a leghosszabb ideig gyártott a Ferrari. Önmagában a Colombo féle V12-es, egy műszaki csoda. Ez itt... Ezt, ha kivennéd, azt így kiállított szobor. A Colombo féle V12 az a leghosszabb gyártásban maradt 12 hengeres motor, és most figyeljék, Zoltán, most nagyon figyeljék. Ez a motor, ezt a motor, közben leborítottunk. Nem baj, ne foglalkozva. Ugye Giacchino Colombo tervezte meg egy bizonyos Giuseppe Bussóval, nem tudom, mondd-e ez valamit. 1947-ben mutatkozott be az alumínium blokk, alumínium hengerfejes, 12 hengeres Ferrari motor a 125-ösbe, ugye a 125 az a köbcentit jelöli hengerenként, ugye itt 400 van, úgyhogy könnyen kiszámolható, hogy ez 4,9 literes nagyjából. Ez az autó. 1947-től 1988-ig gyártották ezt a motort, nyilván sok szelepes hengerfejjel, a végén már befecskendezővel, de egyszerűen úgy túl volt tervezve, mert 90 mm-es hengerfura távolságot hagyott, szóval végtelenség lehetett bővíteni. Ebből volt, 1005-ösként kezdte. És 4900 köbcentisként fejezte. Aztán növelték 93-ra a hengerfuratot, de nem kellett nagyon hozzányúlni ezen kívül, beszázd az meg. Hogy 116 lótó 400-ig
mindenben jó volt ez a motor. Ez annyira ki volt találva, hogy a Lampredi motor, amit ugye azért kezdtek el gyártani, hogy már leváltsa ezt a kolombot, azt hiszem 60-ban fejezték be. Ezt még 88-ig nyomták. Ez egy annyira fantasztikus darab, és ezen ugye 6 darab, 38-as dupla méter van. Dupla. Hogyha itt lenne a göbölyös doki, de majd egy fotót küldök neki, ő ezt nagyon imádná. Hát ezeket jó lesz bekarbolálni, de nézzétek meg ezeket a gyönyörű tűtéket, hogy úristenem, gyere le az égből, hogy megvágod az élén az ujjadat. Nem, nagyon profi. És ugye itt látszik a csőválság, hogy ugye a két zónás klímát, meg a fűtést, ezt úgy oldotta meg az olasz, hogy ide tette egy ventilátort, bejött a kaszniba, ez kapcsolod ugye az utasét. Igen. Ez megtiltetek, ott meg a másik oldalon. Tehát két külön ventilátor a lökhárítóból, de az a szellőzés. Az a szellőzés. Van egy jobb, van egy bal, de van egy kapcsoló, amivel mind a kettőt, plusz ennek hátsó klímája is van, és ott van hátul, még van egy ventilátor, ami a hátul. Hát leszem meg a szellőzés, mert te beszélsz. Figyelj! Már benézzük még, hát nézzük még itt a motorra. Az van, hogy nem hittem el, mert bekapcsoltuk a műszerfalon a kapcsolat, és elől mondom, milyen purutja ez a hűtőventilátort kapcsolgatom, tudod, nem tudtam én ezt a rendszert. És hallod, ott van egy levegő befújó ventilátor elől, alul, onnan szívja a levegőt, végig ezen a dobon, csövön. Ott van a másik, bemegy a kaszniba, itt befordul, és ugye és itt jön. És valahol bent össze van csövezve. Jól látjátok, van egy áramtalanító, az ma utólagos. Az eredeti? Nem, az utólagos. Hát nem tudom, igen, disconnect, szerintem ez már valami... De hogy nézzétek van, meg de ezt. Mindig van. Hát, zsiguli. Persze, olasz. Ennyi. Nézzem ezt a gyönyörű blokkot. Téli-nyári kapcsoló. Hát ilyet persze, mikor láttatok? Persze, van, láttam már azért. Mazeratin is, meg a Dinon is. Hát, oké, okay. Na de az Alfán is. Mikor láttál? Igen. Mai autó, meg ilyenek, tudod, ezt már felejtsd el. És itt van, most néztem az előbb, hogy átkapcsolom a most nyári van, igen. Figyeld, átkapcsolom, és itt belül egy zsalut megemelek. Akkor több meleg levegő jut. Hát oda. Annyi lesz, hogy ezt az oldalt lezárja, és itt lesz egy luk, ahonnan a motortérből szívja bent. Ott. Figyeljétek csak. Igen, igen. Oszlag lezárat. Kész. Nézd meg ezt a gyönyörű. Alumínium blokk. 47-ről beszélünk, Zoli. Alumínium blokk, alumínium hengerfej, 1947. Érted? És ezzel versenyeztek. Bent a két elosztó. De nézd már meg ezt a gyönyörű rudazatot, krómozva van már. Igen, ezt egyébként ez Angliából jött a kocsi, és ott valaki elkezdte ezt felújítani, szóval a motor is meg van csinálva, meg az összes ilyen galvanizálás. Bocsánat, olajszűrő az kettő. Ugye nem, ez nem egy versenykivitel volt ez, és ugye ez nem száraz karteres. Mesélj tovább. Hanem... Igen, be kell ülni, bazd meg, hát... Figyelj, ez nagyon... És azt hiszik, hogy lassú, de nem, 250 volt a vége, és olyan 6 körül van 100-on, még ezzel a háromgangos automatával is. Úgyhogy ez nem egy lassú autó, még mai mércével se. Hát a hangja az meg olyan, hogy hát tudjuk. Hát, nézd meg az ég szíjat, ami a generátorom van. Az ilyet már manapság kidobnám, tudod. És ez tök új, tehát ez így jó. Ilyen minden meg van csinálva. Minden... Könnyen hozzáférhető volt amúgy? Hát úgy látom, hogy a gyertyákkal nem volt gond gyűjtés. Nem, hát figyelj, a karbit négy csavar tartja, semmi, tehát egy nem probléma. Ott vannak ilyen szűrőbetétek, ott van még a földön, van rajta. Igen, és kész. De így indítjuk be, mert így jobban. Persze. Hova tettem a kulcsot? Júj. Itt van. Nézzük már be, gyere a másik oldalról. Én átveszem a kamerát. Jaj, nézzétek meg ezt a gyönyörű kilincset. Ó, anyám. És akkor hogy is volt? Ez volt a Daytona ülés. A Szavéri Zoli jobban tudja. Benzína és a csomagtartó nyitó. Igen. Krómozva, szépen, ahogy kell. Olyan rugós ebben, ahogy nem hiszed el. A legjobb. Nagymamámnál volt. Mert az volt a lényeg, átadom, az volt a lényeg, hogy ezzel tudod, ezt elmondtuk az izó grifós, vagy az izó lelés adásban is, hogy az volt, hogy gyorsan, messzire. Hát igen. Leálltunk? Nem. Nem. És nézd meg, hogy minden úgy van megcsinálva, valahol ezen az oldalon kell lenni egy fekete kárnak, egy ilyen bakelit kárnak, nem? Jó, hát, de a jobb oldalán van. Az egy tudsz. Nálad a jobb oldalon van. Nálad lehet, hogy a bal. Ami nálam a bal. De most ez tök mindegy. Az volt tényleg, hogy hátradőlünk, így? Már mutatom, csak így jön. Hát váltsál nagyobb nézére, látóra. Igen, látó. Hol akarok én ebbe váltani? Ott.
Kicsi fa, nagy fa. Nincs fa. Nincs fa. Akkor maradja így. Hát de valahogy ezt nem lehet húzni. Jó lesz ez, mindegy. Most már így kezdjük el. Rendes kézifékünk van. Ez itt a elektromos ablaknak a kapcsolója, ha jól látom. Várjál, ott a... igen. Ablakfűtés. Igen. Ez... ködlámpa. Ködlámpa. Tükör. Elektromos tükör. A bal. De várjál, de figyelj, azt megmutatom, ezt nem hiszed el. De a balt állítod, nem a jobbot? A balt. A balt? Igen. Amit elérsz? Igen. És tényleg. De viszont az, a jobb az fix, tehát a jobb tükör... Mert az felárasolt valószínű. Az igen, de amúgy így állítod, hogy az egészet mozgatod. Igen. De ilyen a bal is, csak az pluszban még elektromos is. Igen, egy kis hamutartó. Kicsi. Hát igen, egy szekrény. Szivató. Szivató. Hideg levegő, meleg levegő. Igen. Defrost, ugye ez a hova fújó. Igen. Egyik oldal, másik oldal. Igen. Ventilátor egy, ventilátor igen. Kettő. Ez valószínűleg valamilyen traktorból van. Részvillogó. Igen. Ez itt? Az a másik. Ja, ez az elektromos antenna. Az elektromos antenna? Igen, a kibe. Ez meg már a mennyit fújjon? Hát ez a ventilátor, meg a hideg-meleg, az első rész. Igen. Így. Mert hogy ez, amit mondtam az előbb, mindez meg van itt hátul is. Zseniális. És ott is ugyanúgy klíma és ventilátor. A ventilátor itt meg ott van a hátsó ülés mögött, és... Véli a Borletti. Igen. És nézd meg hátul. Hátul van keresztbe betéve egy hatalmas nagy klíma, valószínűleg. Igen, de a fúj, a C-oszlopból jön a levegő, a, könyök, a könyöklőből, nézzétek meg hátulról. Tehát... Figyeld a... Igen, ezt akartam mondani. Azért itt kárpit, ez tiszta, mint egy bőrbolt. Ez az egész autó. Hát és akkor ugye a műszerezettség. Hát a klasszik. Minden van, igen. Karcóra. Bocsánat, automata. Nehogy már. Hát fut. Benzin. Olajhőfok. És a töltés. Töltés. Oda van írva, hogyha elfelejtenéd, hogy kigyártotta. Ha van itt egy furcsa rádió, azt már ki kell belőle. Abban lesz egy másik, itt van a csomó, ami megmutatom, és mert annak is van története. Momókormány. Lovacska. Ott meg ugye a mérföldes óra. Érdekes módon, pedig sose árulták. Mondjuk angolul nem. De igen, mert Angliában árulták, de nem volt belőle jobbkorbányos. Figyeld, M betű, kicsi, finom, night. Ott a D-Day. Szerintem. Vagy mert szembe van a fény. Vagy így se? De. Így. Itt a D. Ott meg a negy. Annyira. Zseni. Figyeld, mire emlékeztet ez a kar? Egy kézifékre. Hát igen, de nem a Zsiguli. Egy az egyben a műanyag. Fiat. Fiat. Hát Fiat 124. Próbáld meg betenni a gyújtáskulcsot, ott oldottam le teljesen. Tehát ez annyira olasz. Hogy a semmiben van valahol a rabok faszom mögött, kettővel van egy gyújtás, fejjel lefelé. Azt hiszem, igen. Igen. Nem tudod elfordítani. Nem. Nézd meg. Nem igen. Fér oda a kezed. Nem fér oda a kezed. Tehát ez úgy volt, hogy Luigi ebéd közben előrehajolt és fúrt egyet a kúpfúróval. És ennyi. Igen, egy kis benzína. Az AC-vel már kezdeni kell valami. Hát, nyomathatod. Jaj. Na, a csend hangjai. Üdvözlünk mindenkit itt az óbudai kis műhelybe. Hoho, menj ki, az nagyon... Geci. Amikor szabadon lélegzik egy motorbázmány. Veszi alapot. Amikor szabadság van. Nézzétek a lábamat, ha. És ez egy 12 hengeres, 4900 köbcentis motor. Úristen. Figyeljátok, Arbikban nem ment mindegyikben mondjuk a gyorsító fúvóka. Tehát most ennyi, hogy megy. Tehát mindegy, megy kivel. Gyere! És akkor itt véget is ér ez a kis műhely, gyönyörű kis gázfröccsel. Istenem, de imádom ezt a szagot, ezt annyira kár, hogy ezt nem adját. Ah, hát, ma meg lesz. Gyerekként odahajoltunk közel a kibufogóhoz.
Nagyon durva. De várj, adok kicsikát. Anya. Értem én, Zolikán, de csak az olasz. Tudom. Ez, ha kész lesz, akkor megyünk. Ezzel menjünk egy kört. Kettőt. Kettőt? Figyelj, ez olyan új ugrik gázadásra, ez... Én ezt nem gondolom. Nincsen lappangás? Nincs. Ez, és figyelj, most tükör, de... Nézd. Oda tudod tenni, ahova akarod. Ha olyan vagy, mint Kyklopsz, akkor is be tudod állítani, érted? Ez hihetetlen. Srácok, nem tudom, hány perces lett ez a videó, de remélem tetszett. Találkozunk még ezzel az autóval, remélhetőleg köszönjük a tulajdonosának is, hogy ezt itt megengedte. Érdemes néha egy kicsit ráhúzni a túlórát. Igen, majd Göbi bácsit is közel húzzuk el. Ujjjjjjjjjjjjj, tényleg a Göbi. Üveggyártyás beállítás. Göbi, szóval lenne itt egy kis... Szerintem érdekel. Egyik K-Classics rulesz. Csá-csá. Ciao.